Mától szabálysértésnek minősül az utcán élni egy új kormányrendelet értelmében, akit 90 napon belül háromszor is figyelmeztetnek, mert nem vonult be hajléktalan szállóra, vagy nem vette igénybe a szociális ellátórendszer egyéb lehetőségeit. Az ellen szabálysértési eljárás indulhat, közmunkára vagy elzárásra ítélhetik. Az új szabályozás értelmében az intézkedés alá vont hajléktalanok személyes tárgyait, értékeit elkobozzák, és azokat nem kötelező megőrizni, legfeljebb fél évig tárolhatják azokat az illetékes önkormányzatok, ahol mikről leltár is készül, írta ma a pénzcentrum.hu. Az interneten sok komment érkezik, megoszlanak a vélemények. Sokan a hajléktalanokat sértő rendeletnek titulálják, azonban a szabályozást pozitívan fogadják a fedél nélküliek. Ilyet osztanak minden hajléktalannak. Erre bácsiszom. Újfalvi Béla épp azt a papírt mutatja, amin értesítik a hajléktalanokat arról, hogy el kell hagyniuk az utcákat. Ez a férfi 5 éve él a szabadban, mert az albérletet, amelyben lakott a tulajdonos, eladta, és már nem tudott hová menni. Az új kormányrendelet azonban segít abban, hogy mindenki fedél alá kerüljön. Ez a rendelet nagyon jó. Nekem a lábujjam lefagytak ott bent. Voltam valamikor is át. Egy a baj, sok nem akar a szállóba menni. Én sé. Újfalvi Béla elmondta, hogy a szállókon sokan laknak, és elkerülhetetlen az, hogy összevesszenek az emberek, de még a lopás is elő szokott fordulni. Ezért ő inkább albérletet fog keresni. És ez már a Matkói úti hajléktalan szálló, ahová 3 új fedél nélküli érkezett ma a kormányrendelet hatására. Felkerestem ezt a szállót, ezt a lehetőséget, mert nincs hova mennem, éjszaka meg nem lehet kint lenni sehol, így ennek a hatására jöttem el. Tari Matild azt tanácsolja, mindenki használja ki azt, hogy kötelező meleg helyre mennie, ugyanis jön a tél, jönnek a fagyok. Nagyon nagy örömmel fogadjuk a lakossági adományokban férficipő, sportcipők, kényelmes melegítők, használható téli kabátok, vízálló ruhák adományát, valamint nagyon nagy szükségünk van fehér neműre, zoknira, férfi alsó neműre, kesztyűre, sára, sapkára, aminek az adományozásának nagyon örülnénk a továbbiakban is. Egész évben 24 órában nyitva van az intézményünk, és fogadja ezeket az adományokat. Valamint mivel minden ellátottunk számára tiszta ágyneműt biztosítunk az intézmény ellátásában, ezért olyan megunt ágynemű garnitúrára is, amit önök már meguntak, és nagy szeretettel mi fogadnánk, mert ez állandó fogyóeszköz nálunk. A szállóra folyamatosan érkeznek az adományok. Az új rendelet értelmében meg fog növekedni a létszám az intézményben, így továbbra is várják a felajánlásokat. Jelenleg az éjjeli menedékhelyünkön és a nappali melegedőnkben van még szabad férőhely, itt tudunk kapacitást nyújtani. Itt melegteával, élelemmel, meleg ruházattal, tiszta ruhával, mosással, csomagmegőrzéssel, ügyintézéssel, álláskereséssel és személyes mentorálással tudunk segítséget nyújtani az arra rászorultaknak. Mindenkit fogadunk és várunk, hogyha megtelik az intézményünk férőhelye, akkor megnyitjuk a krízisszállásként nyilvántartott 20 férőhelyes közösségi termünket, de hogyha esetleg még ezt a számot is meghaladja az ellátotti igény, akkor a nappali melegedőben, ahogy a téli igazi nagy krízisekben meg szoktuk nyitni, akár itt a Matkói úton a nappali melegedőt át tudjuk alakítani, vagy pedig a Hoffmann János utcai telephelyünkön is a rászorultakat fogadni fogjuk, hogyha erre szükség lesz. Sokan úgy gondolják, hogy nem fogják bírni a hajléktalan szállók, de vidéken ezen a téren sem okoz problémát a rendelet. A kapacitással, férőhelyen nincs gondunk, a téli krízisszállást kicsit korábban megnyitjuk az ellátottak előtt. Jelenleg még van szabad férőhelyünk, várjuk, fogadjuk azokat a rászorultakat, akik segítséget kérnek tőlünk az elhelyezéssel kapcsolatban. Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára hétfőn az M1 csatornának elmondta, a jogszabállyal megelőzhető, hogy a hajléktalanok télen kihűljenek, másrészt az is cél, hogy azok is eljussanak a szálláshelyekre, akik még mindig az utcán élnek. Hozzátette, hogy a hajléktalanságból való kitörés az valahol ezeken az átmeneti szállásokon keresztül vezet, onnan kaphatnak szociális segítséget, ruhát, munkalehetőséget, közmunkát vagy képzést.